Gemini. Sziasztok srácok, ez itt a Gemini, ismét itt vagyunk a Norbival, és itt van velünk Szabina is, meg Tamás is. Agyfasz. A rendezvényeket nem tudjátok. Na, szóval. Az életjátékával fogunk játszani, legalábbis a társasjátéknak ez a címe. Az, hogy mennyire élet ez, az nagyon-nagyon meg fogja mutatni a Tamás. Biztos vagy benne, hogy rendkívül jó karriert fog befutni ebbe a játékba. Ha az életről van szó. Megásos. Lényegében Szabina mindjárt ismerteti a játék szabályokat, nagyon egyszerű kis történet van. Most már tudja, hogy majd ismeretek el. Mondja az? Nem mondja a Szabina? Mondjad. Nem mondja az Szabina? Elmondom én, csak mondjad, fejezd be a mondatotat neki. Nem. Tedd vissza! Miért nyugod le a pénzt? Tedd vissza! Az a bankpénz. Az a bankpénz, és ott, ja, azt hitel. Azt neked kell, tényleg. Szóval... Az a pont jó lesz. Az életjátéka úgy néz ki, hogy mindenki kapott egy kocsit. Már csak így közben mindenki írja. Egy kocsit. Nyilván ki. Amiben benne ül ő, plusz egy házi kedvenc. Ez lehet cica vagy kutya. Ezt nem ők döntötték el, ezt magamra vállaltam, és én eldöntöttem, hogy ki mit kap. Azt hiszem a Norbi meg én kaptunk cicát, ők meg kutyát. Én kiesik mindig. Leszorom, tedd vissza. Nem tud ülni. Rossz kutya. Úgy kezdődik a játék, hogy ez itt szolgált dobol kockaként. És mindenkinél van 200 ezer ilyen játékpénz, igen. Plusz van mindenkinek egy ilyen jelölő korongja, amik arra fognak szolgálni, hogy a táblán láthatjátok elhelyezve ilyen kis pörgentyű jeleket, amikre ha valaki rálép, akkor étnek érvénybe ezek a pöttyök, amikkel ott játszunk. Mindenki kiválaszt magának, kivéve aki rálépett, mert ő kettőt választ. És itt pörgetünk. Addig kell pörgetni, ameddig valamelyik olyan szám nem jön ki, amit valaki választott, és az illető kap 200 ezer játékpénzt. Lényegében olyan, mintha lottózna egyet az életbe, és nyerne rajta. Tamás, neked el fog menni. Nem azon gondolkoztam, hogy én rálépek, berakja mindenki, és így addig fogom pörgetni, míg el nem kopik. Tehát így akkor sem fog érni. A táblán vannak cselekvés mezők, amik azt jelölik, hogy hozzá egy cselekvéskártyát, amelyen életszituációk lesznek, amik lehetnek jók, lényegében pozitívak vagy negatívak. A játék végén ezek pontot érnek, ezek a kártyák. Sárgák. Sima sárgák. Nem, csak jóvastam, hogy mi van ott. Vannak olyan kártyák, amik házi kedvenc kártyákat jelölnek. Ezekkel a házi kedvencedre vonatkozó életszituációk lépnek fel, ezek a kártyák is pontot érnek a játék végén. Szóval ezeket célszerű gyűjteni. Nem, itt nem az fog számítani, hogy ki ér be a legvégén a célba, hanem az, hogy kinek lesz a legtöbb pénze plusz élettapasztalat pontja lényegében. Ezen felül vannak fizetésnapok, gyereket tudsz szerezni, házat tudsz vásárolni, a házat a játék végén értékesítened, kell adnod, a gyerek után pedig szintén a játék végén 50 ezeret kapsz, igen. Lényegében egy gyereked 50 ezer forint, vagy forintot játékpénzt fog. Igazából a házban bukhatsz is, meg nyerhetsz is, mert a végén pörgetned kell, mert ha fekete, akkor nyersz rajta, ha piros, akkor vesztesz rajta. Ez magán a házon rajta van, hogy mi lesz a játék végén az értéke. A gyerek meg így is úgy 50-et ér a végén, igen. Csak legyen. Ezen felül vannak stop táblák, amik szintén életszituációkat jelölnek. Vannak olyan helyek, ahol például eldöntheted, hogy melyik ösvényen szeretnél haladni. De vannak olyanok, amik konkrétan egy adott cselekvésre... Hogy valakit ki kell választani négyünk közül, hogy házasodj meg? Vagy nem, itt például vagy csak kapsz egy bábót, kapsz egy bábót jelen esetben, ők nőt, én meg egy férfit. És onnantól kezdve ketten fognak a kocsiba utazni, plusz pörgetsz egyet, hogy mekkora NASA ajándékot fizetnek neked a többiek, 50 ezret vagy 100 ezret mindenki fejenként. A játék elején ugye választunk. Igen, a játék elején karriert kell választanunk, ugye ez lehet egy egyetemi karrier, vagy pedig egy sima karrier. Nyilvánvalóan egy egyetemi karrierrel
a játék folyamán fizetés napokon nagyobb pénzösszeget fogsz kapni. Kaphatsz. Kaphatsz, igen, de a legnagyobb karrier az a legkisebb egyetemi karrierrel ér fel lényegében, ugyanaz a fizetés, de hát ugye kisebb az esély, hogy onnan kihúzod az amúgy itt a legkisebb értéket. Vagy az egyetemi karriernél 100 000 a legkisebb, a sima karriernél az a legmagasabb, és csak egy olyan van a napok között. Ja, de az egyetemi karriernél fizetni kell. Az egyetemi az egyetemi karriernél úgy kezdődik, hogy a játék elején rögtön befizesz 100 000-et a 200 000-ből. Ez a való életben is megős. Igen, lényegében igen. És itt végig kell menned a pályán, és majd csak itt kapod meg a karrierkártyádat, míg... Az a személy, aki a rendes karriert választotta, már rögtön úgy kezd, hogy húz egy karrierkártyát. Mert ugye azon az oldalon rögtön a második mező egy fizetésnap, amiért pénzt kap. Tehát értelemszerűen még el se jutott el az életbe egy bizonyos pontra, már halálcsóró. Nem, már ki is estél. Nem fogsz kiesni, nem olyan, ez jó. Okay. Nem valószínűleg kiesett, de megesett. Volt már, ahogy mi játszottunk, volt olyan, aki egy karriert választott és megnyerte az egész játékot úgy, hogy a többiek egyetemi karriert választottak lényegében nagyobb fizetésekkel, ugye. És mégis ő nyert, mert szerencsés volt. Hmm. Nem mindegy, a banknál vannak 10-esek, 50-esek, 100-asok és 500-asok, plusz hogyha elfogy a pénzed, akkor a banktól hitelt vehetsz fel, 50 000 hitelt, amit a játék végén vissza kell fizetned kamatostól, szóval egy ilyenért 60-at kell fizetned a játék végén, vagy a játék folyamán. Igen, ezt amíg be nem érsz ide, az idő alatt vissza kell fizetned. Akkor kezdjünk, nem? Lényegében ennyi, szerintem mindent elmondtam. Akkor a győztes, az örök győztes kezdje, nem? Annyi, hogy ezt ne pörgessétek ilyen nagyon erősen, meg mert szétfogás minden. Igen, mert elfogom az amúgy. Flexed ide, ragadunk. Igen. Na, Szabja, kezdjen. Én egyetemre megyek. Én vagyok a bankos. Te vagy a bankos is. Szóval én az egyetemet választottam, és pörgetek. Így akkor ugye ezen az ösvényen indulok el, nem pedig azon. Előveszem a kis kocsimat, és mivel ugye ötöt pörgettem, ezért lelépem az ötöt, hogy 1, 2, 3, 4, 5. És mivel sárga mezőre léptem, ez egy cseleplés mező, ezért kérem a cseleplés kártyát. Tehát már vágod, hogy rögtön egy 7 személyesre kezdett. Én meg egy sportkupéval, tehát azért ez már itt valami ilyen normális hétszemélyesre. Szóval, öltöz szuperhősnek, választ ki ellenfelet, találjátok ki mi a szupererőtök és pörgessetek. A nagyobbat pörgetőnek a bank 50 000-et fizet a hősiességéért. Wow, van ez a olyan szuperhős van? Zsolti. Te kezdesz, és mondd el, hogy mi a szupererő. Lézer szem! Mondta az jóban. Ez jó, kiklopsz, hogy meg szuperben. Nem volt jó kettes. Élet. Nekem gondolatolvasás. Hú, ez nehéz. Nem sem volt sokkal jobb. Nagyon nyert. Mivel én pörgettem a nagyobbat, ezért a bank 50 000-et fizet nekem. Ezt a kártyát megtartom, és mint ahogy látjátok is, alulra oda van írva, hogy tartsd meg ezt a kártyát a játék. Tartsd meg ezt a kártyát a játék végéért, mert 100 000-et ér. Ja. Csak az, hogy mi szukarhős vagy. Igen. Tamás. És akkor Tamás jön. Na, erre lemegyek inkább a szakma fele. Jó, akkor úgy kezded, hogy felhúzod a legfelső kettőt a karrierből. Az legfelső kettőt, és abból választhatsz egyet. Nyugodtan mutasd meg nekünk is, meg a nézőknek is. Vagy színész leszek. Az jó, az a legnagyobb Tamás. Igen. Vagy atléta. És a színész 100 000-et fizet. És akkor azt ugye nem mondtuk el, nyugodtan a legallóra, igen. Azt nem mondtuk el, hogy ugye így néz ki egy kártya. A kártyán fel van tüntetve, hogy mennyi a fizetése, és van egy bónusszám. A bónusszám azt akarja, hogy ugye minden kört úgy kezdesz meg, hogy pörgetsz egyet ezen. És hogyha olyat pörgetsz, ami valakinek a bónusszáma, akkor 20 000-et fizetsz neki. Tehát mondjuk én kipörgettem az 5-ös számot, fizettem kell neked 20 000-et. Tehát még viszont... ilyen esetben, most az előbb pörgette egyet számot, az is ér, vagy csak a lépéseknél? Az nem. A lépések nem. Azok nem. Csak amik a lépésekre vonatkoznak. Okay. Jó? Ezért mindenki saját maga felelős, hogyha elfelejti, hogy neki ez a bónusz száma, akkor ő vett magára. Majd és a videóban egy éppen alulról, hogy éppen ki mikor felejtette. Igen. Van olyan szám, ami többször szerepelhet, szóval előfordulhat az, hogy mondjuk
két embernek is a bónuszszáma 8-as, és valaki azt kipörgeti, akkor mindkét embernek fizet 20-20 ezret. Na, Tamás, akkor pörgess, nem? 9-et lépsz, kapsz két fizetést. Elhagytad saját magadat, és a kutya vezet vagy. Igen, egyiket jetszol el, figyelj, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Két fizetést kapod. És egy cselekvés kártya. Jó, a Tamás átment két fizetésem, szóval 200 000. Bejött az élet, Tamás. És hoz egy cselekvés kártyát. Add is vissza. Ki vagy rúgva? Fuss le egy maratont. Húva. Engem mutkó kétszer. Válasz kérde, nem feled. Nem volt jó. Megnyerlem azt. Nem volt jó, nem tetszett. Nem kérem. Válasz ellenfeled. Norbi. Jó, mutunk maratont. Én pörgetek először, vagy te? Mindegy. Köpörés. 6-os. 1-es. Tamás. És nagyobbat pörgök, mert bank 100 000-et ad. Na. 3 kiló. Azt a 300 első körbe, hallod? 3 kiló gyerek. Igen? Igen. Ez az, amit nem megtartod. Ja. Végén kapsz. A sárgát és a rózsaszín tartod meg, ugye a két kéket, meg a narancssárgát pedig fel tudod húzni, és nyilván azt is megtartod, de abból nem lesz annyi. Miért tudod meg? Egyetem. Már minek? Úgy is. Megyek egyetemre, mert ott kivetted a legjobb kártyát, úgyhogy nem lehet. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cselekvés kártya. Megbuktál. A delfines jó hajókázás. Ír le álmait hajó kirándulását. Valaki megfullad benne. Nem! Én nyomtam jól meg belőle! Pörges! Piros, fekete. Kapok pénzt. Fekete... 50 000-et. Kérlek. Na jó, megy nektek. És sok ennyi Norbiam. Én is megyek egyetemre. Tehát még ha kihúzta Tamás a legjobbat, így van is értelme nem mondni el. Hát igen, sajnos. Az egy kettő. De te látod, nem sietsz az egyetemre. Én nem. Kérek kártyát. Megbukta. Kösz. Alapú és családi zenekar. Kímél hangszeren játszanak. 10-30 000 a banknak. Hát... Mivel egyedül vagyok én, akkor szóló gitárba nyomom. 30 000 egy gitár. Elég nagy büntetés kaptál, hogy ilyen rosszul játszolnak. Az élet elkezdett leszopatni engem. Tehát az egyetemben nem is hallott sehova. És annyira rosszul játszol, hogy büntetést kaptál. 1, 2, 3. Kérek egy cselekvéskárkát. Mi? Vegye egy designer kosztümöt. Remekül festesz. Fizess a banknak 3 000-et. 30-at, bocsánat. Figyelj, aki egyetemre megy, ezt találom pénzre. Igen. Én? Nagyon szkulák ember. Jó, Tamás, jó. Pörgetek. Jó, pörgetek. Dobókhoz kell keresztem. 8-as. Igen. 1, 2, 3, 4. Stop. Állj! Stop. Fizetés kap. Na. Kaptam egy spinét. Tamás elérkezett arra úristen. Pontra. Mi az? Hát, házas vagy meg, én tudom, mit jelent. A Tamás elérkezett arra pontra, hogy megházasodott. Ez azt jelenti, hogy pörget még egyet, kérde a Tamás pörgessel. Megkapta a 100 000-es fizetését? Nem szólt. Én szólt. Tamás pörgess, légy szíves, még egyet. Fekete. Mivel feketét pörgetett, ez azt jelenti, hogy mindenkinek kollektívan kell fizetnie 100 000 forintot a Tamásnak NASA ajándék fejében. 100 000-et. Bukta. Ne, Norbi, de elfogadok 50-et, mert tudom, hogy csóról. Nem, nem így működik. Nem. Tudom, hogy csóról játszok. Ezt kérem, ezt odaadjuk a Tamásnak, és a bank fizet még neki. Meg ezt majd összekebb. Várj, Norbi 2-t lépett. És igen. Szóval erről beszéltem. Tehát ezt így le is szögeztem a legelején, hogy elmész is vége, tehát így ott már nullá. De hogy nem biztos, hogy az első nyilván. Tudom. Ez most igazából ez szerintem itt valahogy te felén el fog fogyni. De mindegy. Most még egy szóval, és akkor mi vagy, ugye a stop tábla megállította Tamást a lépéseit számába. Megkapta az asszony, megkapta a NASA ajándékpénzeket, újra pörget és lelépi. Te már a 9-et nem keverik? Nem. Most minden stop tábla meg kell állnod. És pörget. Jó. Az a lényeg, hogy többet pörges, mint a kettő. Cselekvés kártya. Megmond, meglátjuk, mit kell. Látom, hogy az elfej toronyhoz. Mit szeretném megnézni Párizsban? Pörges, piros. Megint pénzt.
Tamás, nagyon bejött az a karrier, sima karrier élet. Piros 20-et. A 100-et érted is a végén, mi a fene? Mindegyik cselekvés kárt a 100-et ér a végén. 8. Jó, az úgyis a stop tábla lesz. Jó, a Zsolti az első, aki megkapja a karrierjét. Milyen OK és diplomára ment egy két lépésből mega van? Videójáték tervező lesznek 110.000-es fizetését, vagy titkos ügynök leszek egy 100.000-es fizetését. Én a videójáték tervező szeretnék lenni. És akkor, amit látjátok, ugye itt van, hogy például 2.8-as van. Pont. Picit jobban fogok keresni, mint a Tamás, nem jelent semmit. 10.000-en. De kicsit egy... Igen, újra pörget. És újra pörgetek. 4-4-es. 1, 2, 3... Meghalt. És meghalt. Ennyi ideig tartott a diploma. Cselekvés kártya. Eljött a családi fotó ideje. Válasz ki ellenfeled, mosolyogjatok a kamerába és pörgessetek. Nagyobb a pörgetőnek fizet a bank 70.000-et. Nem veled, Szabina. Mié? 7-es. 8-as? Várj, és kap alapból is pénzt. Mert nyomottad pörgetet, nem? És saját magadat, nem, elég, nem, ugye, nem, csak a lépés. Meg ugye ez csak a lépésnek számít. Bocsánat, 70.000-et szeretnék kérni. De én megpróbáltam, akartam segíteni rajtad. De jönnök a pénzt. Gyerünk, Norbi! Hé, megcsinálod, Norbi! Figyeld a Tamás, ha 5-ös pörgetnek, akkor sikíts. Cselekvés kárt a Norbertónál. Na. Ez fizet. Kurva, Úristen! Szerez egy medencét, ideje hűsölni kicsit a peskő. De nincs is pénz! Perzselő melegben. 50.000. Van, fizetni kell? Hát igen. Barátom! Jön a második. Akkor a 100.000-es mínusz. 120. És itt vége a Norbi körének lényegében. Ez még a tiéd. De duplát fizet. Ja, tényleg, bocsánat, tényleg 110. 9. Az még nincs. Itt vagy nem. Az már diploma. Az a Norbi. Ja, tényleg, bocsánat. Diploma? Na, nézzük, milyen diplomát kaptál. Ügyvéd. Na, bánz meg. 20 000-é. Vagy orvos. Megyi ügyvéd. Én orvos. 130 000 forintért. 10 000 forintért. És a 10-es számért fogok kapni pénzt, hogyha valaki kiforgeti. Csak 100-as húzhatsz ki. Beszoktam. Ez a legnagyobb. Tudom, azért mondom. Igen, nem, én jövök, mert ugye nem tudtam lelépni. Egy. Nem siettem. Kérek egy cselekvéskártyát. Miért a cselekvéskártyád van a nagyobb? Azt mondja, adó visszatérítés. Hurrá, vegyél fel 50.000-et a banktól. Ez kell volna Norbinak. Élet. Norbi, ez mindig ezt tették a játékokban. Igen, de most fura, mert láttam, hogy ez velem szokott lenni amúgy. Igen, de amikor társasztunk, hogy ilyenek, akkor mindig Norbi szintén. Hogy jártam, de hogy a picsőjön, nem tudom. Bolygó együttállás volt kettő. Lehet. Megint. Cselekvéskártya. Ma csak hét. Nem már. De már. Jogsit szereztél. Kifizes. Mondd el, milyen autót lett. Trabant. Jó. Fizes 50.000-et a bonnak. Helyes. Itt volt az ideje. Ötös picsában. Jó két ütemű. Tessék, Tamás. Yeah. Nekem. Miért? Ötös. Jó, köszönöm! 1, 2, 3, 4, 5. Kérek egy fizetést, az azt jelenti, hogy 110-et szeretnék kérni. Ivak. És cselekvéskártya. Savanna Safari, milyen állatot láttál, zsiráfot? Vegyél fel 50.000-et a banktól. Van állva. Bankból amúgy, de igen. Köszönöm szépen! Haladjunk! 10, várjál! De az meg... Rakéta. Így elküldöttem az összes money. Na hozzá. És még lesöröpő, hogy most rakta le a diplomát. Nézzük az egyetemi karrieredet. Állatorvos? Állatorvos. Az szép, szép dolog. Vagy tanár. Ugyan annyit keres, mint én. 7 vagy 6. Csiska tanár, mi? Dobjuk ki. Szerencsétlen eléredet kérdezni. Minusz 20-ból jó. 120-ból. Minusz 120. 100-ból, szem is 20. 5. Fizetés nap, nem? 1, 2, 3, 4. Majdnem, Tamás, majdnem! Nincs miből. Ja, hogy a Normi van most? Vizán Park látogatás Dubajban, anyám. Ja, hogy csak pörgetem kell, jó. És pénzt kapsz, baszod. Szóval 1-től 5-ig 30.000, 6-tól 10. De várjál, ha 5-öt pörgetsz, akkor én kapok 20-at. Nem. Tehát akkor tudja, jó. Az nem így működik. Miért nem? Hé. Yeah, kérek 50.000-et kap.
De igazából volt most a kifizetve, nem a Tamás. Igen. Úgy igazából csak 30-et kap. Jó, most játszunk a szegény nyugdíjas. Szegény nyugdíjas. Nem tudom, hogy játszottatok egy. Hát ezt elvileg megint kellett volna kaptad egy ilyet, és a maradék pénzt mi megkapnod KP-ba szerintem. Persze, mert akkor az nagyon nagy mínusz. Hát jó, de 20, nem volt pénzed. Most, hogy őszinte legyek, amúgy úgy kellett volna, de elnézzük. Nem baj. Elnézzük, ezt legyünk jó. Legyünk jó fejek. Legyünk jó fejek. Kilenc. Tudom, hogy piros? Nem, ez. Fehér vagy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Egy fizetés van, Amúgy az is feltűnt, hogy mindig neked a legnagyobb fizetésed, Szabina. Miért? Nem tudom, akárhányszor játszom, hogy mindig te húzott közül. És soha nem voltam még orvos. De ügyvéd, nem. Meg ilyenek szoktál lenni. Soha nem voltam még orvos, vagy mert ide, meg vissza. Hogy orvos már voltam egyszer. Én is csak kirúgtak. Én is voltam, csak kirúgtak. Kétszer. Szóval, megszavaztak a világ legkedvesebb emberének. Bokolj mindenkinek és pörges. Nagyon szépek vagytok. Köszönöm. Azt mondja, vegyél fel a banktól 1-től 5-ig 50 ezer, 6-tól 10-ig 100 ezer. Hát ez kettes, akkor csak 50 ezer. Az is jó pénz. És mehetünk tovább. 8. Fizet. 3, 4, 5, 6. 8. Meg. De fizetés van, kérem adatok egyetlen. Egy százezest. Köszönöm. Na, kusztok. Jó. De most visszaadom neked. Na, szóval Tamás eljutott oda ahhoz a stop táblához, ahol eldöntheti, hogy szeretne magának új karriert, vagy sem. Na most mivel, hogy ugye a legjobban fizető sima karrier van nála, ezért hülyeség lenne lecserélni. Ne, lecserélni. Úgyhogy menj tovább, és így pörget. 50 ezer se. 9-es. Senkinek nem volt semmi pénz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fuck! Na! A Tamás a házra lép, szóval megkapja a két legfelső házat. És választhat. Vagy megveheti mind a kettőt. Megveheti vagy az egyiket, vagy egyiket sem, vagy mindkettőt. Ugye itt látjátok az árát. És ez a kettő, ez pedig azt mutatja, hogy a játék végén, ugye amikor beérti a célba, amikor már mindenki beért a célba, akkor pörgetjük és eladjuk a házakat. Ha pirosat... Hát csak attól függetlenül többé megnézem, nem? Nem. Nem. De még mindenhol jönni fognak. Ezeket nézd meg. Ha pirosat pörget, akkor lényegében bukik rajta. Ha viszont feketét, akkor nyert rajta. De ezt ugye sajnos így előre nem tudhatja, úgyhogy ezt most ő dönti el, hogy egyet, kettőt vagy egyet sem vesz. Na? De miért azt mondod, hogy nem veszek házat, akkor nem veszek házat. Akkor nem veszel házat. Nem muszáj házat venned. Nem veszel házat? Jó. Azt hittem, hogy nem lehetséges, hogy nem veszek most házat. De lehet. Hát nem muszáj neked házat, csak lehet, hogy nyersz rajta amúgy. Zsolti, te jössz. 4. 1, 2, 3, 4. Kérlek egy fizetésnapot, 110. És... pörgetünk, nézzük, mennyit fogtok fizetni nekem. Ha fekete, akkor nem fekete. Sajnos 50 ezeret kérek mindenkitől. What the f***? Mi ment? Először is 110. És az 50. Köszönöm. Köszönöm, mennyi pénz onnan. Köszönöm szépen. Köszönöm. És akkor mi vagy a Zsolti úgy pörgetett, hogy pont rálépett a stop táblára. Nem kellett megállni, ezért a Norbi jön. Amúgy szerintem a Tamás is üzen mindig. Nem. 10. 10. Ó. Mindjárt szar. Várj, azt lép. Egy. Kap fizetést. Kettőt is. Ott marad. Két fizetést kap, abból fizet a Szabinának. 200 összesen. Hát dől a pénz, Norbi, dől a pénz! Hát nem mondanám, valami van. Pörgess egy feketét és kapsz mindenkit a százat. Az kéne. Megköbdösöd nekem. Mi? Jó turrás, hogy azt szerintem. Az piros. Piros, az buktad. 100. 50 is. 50. Feketéné. Hát még a Szabinának van lehetőség, hogy kipörgesse a feketét, mert mindenki 50-et pörgetett. De viszont akkor most még Norbi négyet szerint pörgetett. Norbi újra pörgetett. Az egyik. Jó. Igen, pár milliméteren múlik, megint 50 ezeret többet kapja meg. Pár milliméteren múlik. Norbi visszafizeti tartozásait. Igen. Már helyreáll a élete. Helyreáll a rend. Talán. Hát nem marad csak, de hát... A 200 között. Igen, jön a fizu. Pörgethetsz újra. Mindjárt fizu. Megkaptam át csak? 20 másnak fizet 20. 20. Add az 50-es neki. Viszont viszont van viszont. Kérlek, hogy lúgjál. Lúgjál. Adj neki kutyát, mert a linket. Még lépjél előtt. Még kutyát. Szok vagyok, lelépett nekem Zsolt. Lelép. No, Tamás lelépj neked. Meg odaadom a lúgjál. Meg kérek egy cselekvéskártyát.
Morvinak. Köszöntöm. Tízesetlenetre. Lejts végig a kifutón. Válasz, hogy ellenfelet. Aki nyer, az 70 ezeret kap. Ki a legcsúrúbb? Stabina szerintem. Akkor Szabina élek. Körös. Jó. Három. Mivel ki még nem volt a házasság. Aha. Mert feledet kapok. Na, Morvin, mi történt veled? Tízes lányeket, köszöntöm. És akkor én jövök. Szabina, nézzük! 9! Úgyhogy lépj oda, légy szíves toptáblára. Én egyszer kifizetem magamnak a 130, ez a 150. Na és pörgess még egyszer, mennyit kell fizetnünk. Nász ajándéknak készítem az házasomat, úgyis szerencsét van. Én 50-es fogok. Mondtam. Szívesen. Itt a 100 000. Egyetlen egy a Szabina volt, aki kipörgette magának. Nem, én voltam a másik. Te is 50-ezet fizették. Nem, százott. Két 50-est adtatok. Igen. Mindenki Tamás két 50-est adott. Vagy akkor te adtál 50-est. Tényleg? És lóksz 50-ed erre. Na és mi vagy, megálltam, azért én újra pörgetek. Jó. Nekem fizetsz. Mennyit? 20-at. Százat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viszont, tehát egyszer kapsz megint fizetést. Igen, és a... Megint? Oh. Miért? Meg fizetésen átmentél. Illetve kapsz egy körzőt. És ezt a gombot megadod, akkor a színjel. Választasz, nem. Itt kell választanod egy számot igazából. Szabina, szeretném választani a 4-est. Meg még egyet választhatsz, mert te vagy a... És a 8-ast. Én a 9-est. Na, 6-os. Akkor én megyek a... Szabina plusz a 8-ast. Igen, választhatod bármelyiket ugyanazt. 5-est. Szabina pörget. És akkor a 8-oson van még egy 3. 3-os. Semmi. 1-es. Semmi. 6-os. Norbi. Akkor Norbi kap 200 ezeret. What the fuck? Hát ez egy ilyen. Köszönöm. És ugye én is 6-osra. És egy... is a múltkor is ebben gazdagodtál. Akkor 200-200. Igen. Most én jövök. Olyan annyi pénze van, a legtöbb pénze van már, mint nekem. Úgyhogy még az előbb így volt. Magamnak fizetek egy 20-ast. 1, 2, 3, 4, 5. Ugyanaz, pörgetünk. Most csak mondjál számot, nem teszik fel, ne? Tegyük rá, mert utána el fogjuk felejteni. Akkor vagyok 2-re. 5-ösre. 27-es, tiéd? 10-es. Senki. 5-ös. Enyém. What the fuck? Hát, jó. Megint nem volt szerencsénk a lottón. És akkor Zsolt jön. Majdnem állt. Cselekvés, ja nem, mert pörgött. Jó, oké, igen. Már kétszer így maradtam belőle. 1, 2, 3, 4. Cselekvés. Fizut. Keringőz végig egy bál éjszakát. Pörges is jött fel a banktól. Egy. Igen. 50 ezer. Mindjárt pénz, az jó. Igazából 150 mell lap. Igen. 150. Jó. Jó picska. Egy. Fizetés. Mennyi? 100? Nagy jött a fizetésem. Te. Jön vissza a money. 7. A stop tábla. Kérek szépen 20 ezeret. Jó, és akkor én nem kérek új karriert. Mennyit kérsz? 20-at. Te tőled kérek. Jó, bocsi. Na, bankból fizes. Majdnem onnan lent. És újra pörgetek, mert meg itt állított, ugye? 10. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Cselekvés. Az állatorvos nem a jobb? Van. Igen. Van, még egy 120 ezeres van. És akkor cselekvés. Alapíts iskolát, mindenki ide akar járni. Vegyél fel 40 ezeret a banktól. Hát ez gyors és jó kör volt. Szabinának úgy érzed, de jössz Tamás. És mennyi a hasonló? Mert rosszabbak vannak már csak. Csak rosszabbak? 100 ezer? Akkor mondjuk. Mi? Hát 100 ezer és egyetlen egy 80 ezeres van, nem? Meg egy 120 ezer. De nem utagasd meg, hogy kettem még. Jó, hát én megnézem. Jó, te igen. Viszont te pörgetnél, Tamás. 3 darab 100 ezeres van, egy 80-as, még meg egy 120-as van. Na, ezt mondom. És kettő pörgetnél válaszol, ugye? De fizetnek meg egy 100 ezeret. Fibaszolt, hogy mi ez? Igen. Mi ez? Mi egy? Kapsz egy házat. Házia, igen. Kedvenc és kártyát. És itt mit csinálok ezzel? Olvasd fel, mi van rajta. Kedvenc céged egy igazi hős. Micsoda, van hőse, vegyél fel 30 ezeret a bankból. Na, és meg is tartod azt. Most keresztetnél, nem? Máskor szarja megszart a napjára meg alig. Szoktad. 7-es. Kinek fizetek? Nekem. Vigyél. Hálva. Majd jobban áll a gyerek, mint én. Fizetés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6.
házat. Ha nem vett egy házat, mi? Én vettem volna házat, ha lehet. Per! Felejtj be egy másik játékos, mert kárt tett a kerítésedbe. Szedj be tőle 80 ezeret. Tamás! A kurva szám! Miért? Nincs is házad! Fizess! Tönkretetted, nem érjed a kerítésemet. És megnyertem a pert, Amerikában vagyok. De akarta volna tenni, tudod előre, nem? De mi az, hogy tőlem nem ugyan? Lesz egy házam, tönkre fogja tenni a kerítésem. Kész, megnyertem a pert. De lesz házad, hogy forrásom a kerítésemet. Na léped, vagy hol vagyok? Hol vagy? Hogy is megáll. Ja. Ja. Na szeretnél 100 000-ért? Nem, megyünk tovább. Mi másikat? Azért nem éri másikat. Kap egy fizut. Mert 100 000-ért kéne érte fizetni, akkor újat húzasson, és nem biztos, hogy felhúzza. Ez nem is éri meg. Nem jövő. Per! Hoppá! Tamás! Tamás! De most miért tőlem? Te nagyon gazdag vagy! De nem már! És téged lehet perelni! Nagyon picsába színész vagyok! 50 000! Azt a kurva! Szar színész vagy! Az összes rubi most... A nép szerint nem vagy jó színész! Vagy... Várjál, azt bevállaltam két döbötös! Nem vagy Jamborgy! Hát de hova vált az 50-es? Hát pont ez az, hogy kéne nekem az 50-es. Hát de nekem még nincs 50-esem, három darab 50-esem van. Hát az bőven elég! Jó, mindegy, megyünk, haladjunk tovább! 4. Még lenyugtok még 6 szó. 1, 2, 3, 4. Fizetés, pörgetés. Várjál, 100. Már felé van a kamerájtom. Csak utol érjük, mert valami 20 volt egész. 50. És 20 vissza. Én egyeset tettem volna. Nullára. 5-ös. Tamás. És 8-as. Tamás, te? Igen. 4-es. Jó lesz az. Bármi gondoltam. Akkor fekszik. Közel vagyok mindig. Nektek kettetiknek ez megy. De gondolom, hogy 5-ös. 3. 1, 2, 3. Fizetés. Megölted magadat? Meg, meg az asszonyt is. Meg azt is a kutyádat is elhagytad. Nem, a kutyádat kiesett, volt a sofőr. Oké, Adi. Az asszony is meghalt végleg. Kettő. Nem kapkodod el. Megyünk egyenesen. Nem, kutyosok. Nem kell, nem váltunk. 4. 1, 2, 3, 4. Hát, hát megy végül gött, nézd, nem kapkodod. Nem kapkodod. Hát, ami legösszebb, hogy alig van cselekvésrákém. Mert egyszer nem arra létek. Fuck! Csigafarm. Csigafarmot alapítottunk, de nem létező házamnál. Fizetnem kell egy ötlenetet a bankot. A kocsiból haltad a csigafarmot. Azt elindítottad? Igen. Jó. Kocsiba tartod a csigárat. De van annyi nem jó vizé a töltés. 7, 8, 9, 10. Nagy beperelés. Na, válasz egy ellenfeled megint. Bongó, leckék. Nagyobbat, mert az volt enormi én, mert nem tudom, kétszer bontatok egy kész. Nagyobbat? Igen, nagyobbat, 70-et. Jó van, gyere, visszanyereted. Jó fel lesz. Én pörgetek először. 10. Mindenki látta, vágám! Nem. Azt nem buktad. Legalább jó fej voltam, visszaadtam meg. Éjjjjj. Yes. Ennek kétszer kis voltatok, különben pénzt rajtadok. 8. Fizetsz. 1, 2, 3, 4. Kérem a pénzre a szabmat. Köszönöm szépen. Ilyesmi. Nekem kell a család, úgyhogy arra megyek. 7. Az nekem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Egy lány kölököt kapsz. Hát rózsaszín. Jóslaszín. És Lunának hívják. Tamás, te jössz. Bár én nem kaptam fizetést, faszom. De kaptál. Kaptam. Odaadtam. Ja. 2, pont jó. Nekem nem kükölök. Nem? Nem pörgöthet. Persze. Mert nem pörgöthetek, nem kapok egy. Nem azért, hanem mert kettőt pont kaptam. Pont kettőt. Pont ja. 3 hétfés, mert nem látsz valamit. 5. Nekem 20-at. Fuck. 4. Amúgy. 1, 2, 3, 4, 5. Házikó! Apátom, hogy kérlek váltsa nekem. Vidéki birtok és szélem alvó. Nem menni baj tenni, csak ma vidéki birtok, nem tudsz bukni. Az kurva jó. Nincs annyi pénzem. Fótoljam ki kavelja. Na, mit van? Szélem alvót megvegyem. Megveszik a szélem alvót. Vidéki, miért a vidéki teszed? Nincs arra pénzem. Nekem lehet, hogy lenne, de most.
Megveszik a szélmalmot, azt pedig visszateszik, ha nincs annyi pénze, pedig azt akartam, azon nem lehet bukni. Igen. Legalul tetted? Legalulra tettem, hát muszáj oda tenni. Te jössz. Marvin? Ja. Micska. De hogyha nem is lépsz rá a házra, akkor már nem is lépsz újra. Ház. Nekem is elmondó. Regény Norvén. Azon se tud bukni. Nem. De. Ja nem, azon csak nyersz. Azon csak nyerni lehet a Norvén. Igen, 600. Abban itt nincs. 1, 2, 4... De lehet. De, meg fogja pont tudni. Van annyi. 5, 6. Bakker! Gyere rám, Billa! De jó neked! A csövességi adósságból luxus világ. Én vagyok a legcsóróbb. Luxus világ. De Bakker, van már ingatlanod meg a Norbiának is. Nézd meg, Szabirán, mennyi pénze van. Mi van ilyen sok 500-asod? Azt... Azért, mert fizettetek, tudom, nyertél, kétszer meg itt. Azt a mindenit hallod, és semmi. Igen. Egy fizetek is. Élet. 9. Stop. És akkor pörgetünk, hogy mennyi gyereket kapok. Hány gyereked lesz? Na nézzük. 5. 5-ös, az azt jelenti, hogy kis szóval, egy kis gyerek, baba. Egy kisbaba. Akkor mondjuk legyen fiú. Tamás, te jössz. Nem, én jövök. Ja, tovább pörgesz, kell mennem a stoppon. Jó. Na, még majd lesz a család. 4. 1, 2, 3, 4. Családféskártyát. Kirúgtak, mert becsempészted a cicád a munkahelyedre. Tedd vissza a karrier, felked a pakliba. Keverd meg a pakli. Tamás megkör. Hol van? Hol a karrierem? Itt. Rápakoltod a házat. Aha. Keverd meg a paklit és vedd fel a két legfelső lapot. Válaszd ennek egy jobban. Fedd le a kettő legfelső, Tamás. A pakliba. Amúgy nem azt mondja, hogy a pakli aljára, hanem a pakliba. De én nem adottam, mint egy ilyen. Na nézzük, milyen lehetőségek vannak. Tudós vagy tanár. A tudós az jó fizet, nem? Jelen. Ugyanannyi fizet, mint a kérdés. De én a tudós leszek, mert a 9-et többször pörgetjük, mint a 6-os. Szerintem is. A 6-os nem is pörgetjük ki. És legfelülre tettem. Azt tettem vissza a pakliban. Jó, persze. Úgyhogy... Te jössz. 9. Beszéltem, kérek egy 20-as. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jó, akkor is adott független. Igen. Egy 50-est kérek. Gyors volt. Szerváltam. A hármat megadj nekem. Így. Aztán pörgetünk megint. Ja. 9-es. Hát aki pörgette. Ötöset teszek, van már többször volt. Ja. És akkor most én pörgetek, ugye? Meg fogsz pörgetni. Meg még egy számot választhatsz. Ja. 9-es. 4-es. És tudod, hogy a 4-es lesz. Azonban mondom. 7. 8. De azt akartam, hogy mindig 8-asat teszek. 10-es. 4-es. Szabina, ki gondolta volna, hogy a társasjátékok irányére ismét arat? Most rúgtak ki. Nincs ilyen milliós ingatlan, mert így fogja kifizetni. De most rúgtak ki. Látjuk. Mi volt eddig? Orvos, most egy tudós lett végül is. Teljes valaki. Egy. Nem akarok játszani. De mi jó az utolsó hely? Elveszettem mindenet. Vászki ellenfeled pörges, és kiderül, hogy kilovagolta meg jobban a hullámokat, mert szörfre fel. A nagyobbat pörget egy 10 000 szeresét kapja meg. Nincs pénzem, gyere már. Van luxus lakosztály, hogy bukni se tudsz, talán gyere. De nem áll összes okay. Gazdagabb. Köcsög vagy. 3, na. Na, tiéd. Na, megérte. 60 000 kap a Tamás. Tök mindegy, hogy szegény vagyok. Volna. Én egy szegény színész vagyok. Nem kisőd. Te jössz, Norbi. Dolmi előtt el van pénye. Egy. Fizetésnap. Nem, magyaros. Fizetés. Hányos. Megjött a fizetés a gyereknek. Na. Opa. Mi ez, hogy mindenki egyes pörget? Nem fél be oda, jön elő. De, még pont egy hely van. Nem bírjátok. Következőbb már csomagtartónk kell vinni. Nem, tetőcsomag. Le jössz. Folyázol. Nem, a Tamás azt mondta, hogy nem. Nyomolj. Vagy. Az volt itt. 6. 1, 2. Ja, pocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fizetés. Kurva ház. 100? Ja. Tehát Zsolti. 7. Hát én vagyok. Jó, már dug föl. Most a nyugdíjas ez. 1, fizetés, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ház. Családi ház, meg egy indián sátor. 350, nincs ennyi. A családi ház az jó. Sátort. A családi ház az jó. Az indiai sátorom... Őszintén.
Én a családi házat adném meg. De nincs pénz. Mindegyiken bukhatok. Kettőtelén megveszik a családi házat. Ennyi. Ezt meg visszatesszük az aljára. A kutyádnak is van helye, legalább nézd meg. A kerítés, amit leromboltál, itt volt. Kérlek szépen. De most a két ingatlanod van? Igen. Mi fasz? De még mit bukhatok? Kapok élni valót. Te jössz nagyobb köves. Fidesz, kösz. Köszi, hogy lemondhattam. Kegyerek vagy nem kegyerek? Nem kegyerek, Orbi. Hányszor mennek rá gyerek? Egy, kettő, három. Mivel itt ikreket kapsz, egy gyereket, ikreket kapsz, egy gyerek, egy gyerek. 50. Megyek a gyerekeken. Jó. Köves. 4. Csillió. 1, 2, 3, 4. Egy lányt kapsz. Lány. 5-öt, akkor ikreket kaptál volna. Jó. Nem baj, de a money. Végül is. Ez így arra, azért mentek arra, meg kibaszott pénzre. Ötös, igen. Ú, egy, kettő, három, négy, öt. Na végre. Csicska nagyon gondolom. Fizetés. És most csak egy százas. Meglepetés. A másnak fizessél majd. Ó, tényleg. Vélem figyelsz. Tényleg. Meglepetés. Adj hozzá még egy házi kedvenc bábút autót. Nem fér rá oda. Vegyél fel 20 000 a banktól. Egy, kettő. Élet, Norbi, élet. És kell egy kutyus most a cica mellé, akit ide rakok magamnak. Azt a csatornát hát kéne változtatni a Noob Team-re, és akkor a vendégfelek még mindig jobbak, mint Norbi. És mehetünk tovább, te jössz, Tamás. Vagy vedd ki az egyik gyereket, és akkor tedd boldog. Kezdem megszoktam állni. Az a házi kedvence úgy se kapsz a végén. Három. Egy, kettő, három. Cselekvés. Cselekvés. Fizes valamennyit. Én nem. Kemény munkát meghozta a gyümölcsét. Wow, paradicsom. Nem, vegye fel a penetés 10-szeresét a bankból. Börgesse. De akkor itt nem választok ki ellenfelet? Meg szerint. Nem. Nem. Az van, 9. Na jó van. Majdnem. Fizetés nap. Né, 110-et. Teljesztem, hogy nyugodtan pörgethetsz. Ne is foglalkozz velem. Azaz. Hoppá. Kapsz egy ügret. Norbi, ezt meg kellett volna tartani ezt. Ma három gyereked van. Koton az buzis. De lélegezek soha. Norbi. Ez nem az a dolga, vagy nem? Hetet valaki lépjen le nekem. Amíg beleszkábál a Norbi kocsijába. A gyereket. Spanifere rögtön. Sítúra! Bár a kurva gyereked. Mit szeretsz télen csinálni? Vegyél fel 30 000 a banktól. Télen? Ilyen ülni a szobámba egy forró teával, egy takaró alatt és egy könyvvel a kezembe. Dehogyis. De. Tudjuk, hogy más lesz csinálni. Na. Én tudom, én kipróbálom a snowboardot. Ez jó lehet. Az amúgy én is kipróbálnám. De nem lehet, hogy fizetek neked 20-at, mert hetet pörgettem. 1, 2, 3, 4. Hú, csodak is. Milyen nevén marad a hangot? Indítsd internetes vállalkozást. Fizes a banknak 50 000 az anyját. Drága volt a forró. Hát végre, a forró volt elég igazán. 5! Fizetek a Tamásnak. Megállsz, merre mész? Család! Mindenki kibaszott család felé. Egy, cselekvés. Nem vittünk túlzásnak. Legyél fejjét, vettél egy értékes festvényt. Fizes 50 000. De jó! De jó! Két ingatlanod van kúsolja. Vagy malmod. Jó, hát valahol kérd egy értékes festvényt. Menő, nézzen meg ki az a családi ház. A kutyaházba akasztod. Nagybácsikán, 100 000 szünepi ünnepli. Vegyél, fizess 30 000-et. Azt mondom, még ez is fizetek. Te is fizetek, te is fizetek. Milyen jönnek a... Vegyél fel 100 000 kártyák, ott azon a környéken. Csúri, 100 éves, aztán még fizess. Kettő. Egyszer van egy 100-as. Ráadás fizetés, erről beszélek. Azt mondja, ráadás fizetés nap, válasz egy másik játékost a főnököz szerepére és mesélj neki egy viccet. Ha megnevetteted, felvehetsz egy ráadás fizetést a banktól. Már ez vicces volt. Akkor jó, akkor megkaptam. Mi van? Te jössz. Mi fizettünk, ő meg kapott egy ráadás fizetést. Még élet, tényleg, nagyon jó ez a játék, tetszik. Fizes magadat, Tamás. 1, 2, 3, 4, 5. Na most itt mindentetek el? Kockázatos úton haladsz. Ennél a stop táblánál azt kell majd eldönteni, hogy kockáztatsz. Szóval nyerhet 200-at, bukhat 100-at, nyerhet 300-at, bukhat 100-at, 100-at és egy fizetésnap. Na, arra megyek most.
Vagy pedig választja a biztonságos utat, ahol lényegében nincsen semmi, csak cselekvéskártyák plusz egy fizetésnap ugyanúgy. Következő körben adni volt. Összesen bukhatok 200-at, vagy nyerhetek? 500-at. Nem, 300-at. 500-at, mert... 300-at, mert a szeketőt is le kell vonnod. Kérek egy gyerek, kérek ikreke, köszönöm szépen. Vagy 500-at. Te jössz, Norbi. Gyere, kérem majd, mert többen így kapkodok. 3. Mi kapsz egy gyereket? Mit csinálok? Bedugsz elé? Ja, hát pörgetsz újra, hogy mennyi gyereket kapsz. Ja. Lényegében. 9. 9-est. Hallod, ikreket. Sok! Hármas ikreket. Hármas ikreket. Nyertek! Az öt gyerek! Hú, de olyan család, hát nem mondanám, hogy lehet kisebbségek. Kitermelés. Van. Két lányt és egy fiú. A minőség nem számít, csak a... Le volt nekem, hogy a fényre jönnek, vagy valami? 3-4. Legyen gyerek, 6 kellett volna, 5-öt kellett volna, Norbi. Az már 6. A kurva anyját az állat nem tennek. Ide súszom. Te állat orvos vagyok, élet? Mamasz. Jaj. Ez ilyen munkabeli hízé? Ja. Munkagyártalom, tudod, hogy munkagyártalom. Egy. Na, az igen. Jó. Te is eltöntetem, hogy te jössz. Merre mész? Nem, megyek a hosszabbikon. Szóval a biztonságos. Nagyon biztonságosan halt. Biztosan biztos. A még a biztonságos, tűnik biztonságosan. Oh, neee! Kirúgtak. Szívás. Kérem. Ne. Tedd a tetejére. És hagyd ott. Megkeverem. Hagyd ott. Kúrra, én a kiúzom. Ezt megtartatod, kell 100 000-ért. A baszatom, kirúgtak. Figyelj, ilyenkor már csak 2 fizetések lányzol. Jó, de sokat unboxol rajta. Még annyit unboxol rajta, ja. Mondjuk színész voltam, hát a kurva életben. Meg volt egy feleségem is, meg egy kutyám, sofőr. Atléta vagy autóversenyző. Hát akkor veszek autóversenyző, akkor hagyjak meg. Amúgy azt nem is tudom, mi értem valami. Igen, az autóversenyző, tudom is értem, hogy hogy keres. Lewis Hamilton 60 000 forintot keres. Mi az atléta, mennyit keres? Keveset? 50 000-et. Talán többet keres, hogy nem értem amúgy. Mi Lewis Hamilton 60 000 forintot keres, szerintem ott megvan a lányt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Egy két gyereket is kérek. Na te is követsz itt a család. 3 gyerekes vagyok, jó? Az 4, mert ott 2 van. Kétszer kap... Ja, nem ott egyet van a kocsik. 3 gyerekem van. 9. Mehetsz a csókra. Megyünk a csókra. 5, 6, 7, 8, 9. Mondjál vissza. És kérek egy fizetést. Mennyi a fizetés? 100 000. Na. Hajótörés egy lakatlan a szigeten. Yes. Mindenki pörget, hogy megtudja, mennyi időre ragadt a szigeten. Uh-huh. 1-től 5-ig 20 000-et kapunk. Vagy csak fejenként. Én? Nem, ez mindenkinek. Nem, ez mindenkinek. Ha, akkor... Te kezded, nem? Nem, én. 6-os. 50. Szóval 1-től 5-ig 20, 6-tól 10-ig 50. Beindult a fűtés. Azt! Ki gondolta volna? Zsolti? Azt hiszem, hogy... Pedig mindenki 50-et kapott. Szívesen. 20, persze! Ki gondolta volna? Köszönjük. Csóró, nem kapnak pénzt. 9. Ja, én erre megyek amúgy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Börgetünk. Nagyon nincs szinte eljött már kérdés. 100. Tehát így most levágtad a jó részét. 5. Ja, 4. És nekem még egyszer egy 8-as. Majdnem jó. Az! Baszki. És én nyertem a 200-et, csak itt szólok. Igen, de megkaptad. Megkaptam. Jó. Jó, vannak, te jössz. Na. De megkaptad, te jössz. Az jó. Te jössz. Móni. Na, 9. Nekem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. És melyik kapok neked? Jó, 20-at vagy? Várjál, van egyszer egy... Mennyi a fizetésed most? Csak 6 van! Szerintem mindenkit gyere? Igen. Mi vezetett a házi állatod? Mi kapsz? Egész. Az asszony vezet. Hol voltam megvan? Miért megnyertél egy Gördeszka versenyt? Ó, kapsz állat a bankról. 100-at? Kudom, hogy 200-at kapod a fizetést. 160. Mi a fizetése? Na jó, van, húzzá ide! 160 megy, hogy jó versenyt. Itt szarabból keresek, mint egy színész. 9. 3-as. Jöhettek a kölkök! Léphetek is ezzel ennyit? Nem. Újra kell pörgetem? Majd a nagyik jövő. 10. Kinek fizetek? Szabinának. Nem. Várjál, akkor nem.
Nekem a 9-es van. 6 gyereked van. 6, 7, 8, 9, 10. Kérek egy izét. Kedvencek. Rázd bele musztám az én a... Legyél fel 10 000 a banktól. Hát figyelj még rá, Szabina, jó? Lehet, hogy egy kicsit... Elkalandó. Mennyiségre megy is. Csak 6 gyerekem van, nem tudja problémát. Azt mondom. Postás, takarító. Házat a Norbinak, 2. Mondjuk csórócig a gyerek vagyok. Meg tudod mind a 3-at, 2-t. Én tengerparti viskó. Megveszem mind a 2-t, és már lesz 3, na mit szólsz? Lakóhajó. Lakóhajót azt megveszem. Kérek vissza 8-20-at. Miért? 200. Ja, 200. Ja, azt hiszem 108-a meg erő. Vigyázz már, egyből. Jó, matekocsi megy most már látjuk. Nem, matekat az volt odaírva. Na, te jössz. 8. Fizetsz 20-at. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Egyszer van egy fizetésem, ami most már csak 100. És 20. Köszönöm. Kirándulás a kínai nagyfalon. Mit gondolsz, meddig tudnál sétálni? Hát, a jelenlegi állapotomban szerintem egy olyan... 100 métert. Nem, 1 kilométert le tudnék szerintem sétálni. Vegyél fel 50 000 a banktól. Ez a bank mindig csak fizet a Szabinának. Csak fizet és fizet és fizet. Teljes Tamás. Fizet 20-at. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Megint elhagytad az asszony, basz meg. Pedig ő vezet. Nem a kutya vezet, kutya vezet, nem az asszony. Tessék, cselekvés, kártya. Megnyerted az év családja díjat. Megyél fel 40 000 a bankból. Ja. A bakker. Mi ez már? Éppen a szavazat. Saját magamat, kösz. Hát, Zsoltikám utolsó képhez. Elég úgy, két dolgot megnyertem kapatban. Jó, megnyertem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ház. Nincs pénzem, de mindegy. Családi kirándulásra mentünk. Garzon lakás vagy ökobarát ház. Ökobarát ház, gyere! Ez nem kell. De valószínűleg nekem nem lesz háza nekem most. Nekem sem. Tök mindegy, mert lehet csak... Már három háza van, nem tudom mit akartam. 1, 2, 3, pont itt vagyunk. 100 000 fizetésen. Nagyon fej van hátam. A hátam. És én majd, de még nem. Majd elmondom. Kapunk kocsánat. 4. Neked volna venni a szüleg háza. 1, 2, 3, 4. Cselekvéskártyát írjuk szépen. Fizes. Végre! Valaki is kalandpályát a kerted. Kalandpályával a kertedet. Nincs is kerted, nem vagy. Igen. Végre fizetsz. Nem, a medencé meg itt van. Teljes Tamás. Várják ott 1, 2, 3, 4, 4-nél többet kell. Igen. De szép volt, gratulálok. Egy. Der! Ne engem, én csóró vagyok. Én visszaadtam, megnyertem. Igaz. Ne engem, én csóró vagyok. Szabinál neki sok pénzem. Várjál. Tűzőgépet az ellopál, a tűzőgépet te rohadék. Mi? Szedjél be tőle 20 000. Zsoltikám, Zsoltikám, van ide. Én is 8-at hoztam tőle. Ennyi. Minusz 6-at. Teljes volt. Így akkor most már nem leszek első. Ugye? A Gemini familia. Ja, akkor kockáztatni. Vagy eddig 6 gyereke van. Kockáztatás van. Meg aztán is 6 gyereke van. 2. Ez az! 200 000, köszönöm. Kockáztatsz. Kockáztatta. 2-nek 6 gyereke van. Nincs pénze, muszáj, kell a mani. Te jössz. Te jössz. Gyerünk, nyomjad. Kockáztatsz vagy nem? Bukja száll, 300. Nem vagyok buzi! Vagyis? 3. Egyenes semmi. Egyenesen vagy erre? Arra. What? Na, süss egy tortát vidéki vásárra. Válaszd egy ellenfelet. Aki nagyobbat pörget, az ugye 70 000 kap. Hát itt nem tudom. Zsolti. Nem tudom befolyni. Engem, nekem nincsen pénzem. Tényleg? 1,5 millió dot. Gyere Zsolti. Örges. A két nagy családot. Ellenem úgyis nyersz, mit? Nem biztos. Ennyi te. 70? Igen. 70. És bent vagyok, és én vidékre megyek. Vidéki pagonyba mész? Uh-huh. Ja, nyugdíjas évek. És akkor 300-at, egyszer. 400-at, nem? Vagy 400-at, és így. A legnagyobb, igazából így megyünk sorba, tehát 400, 300, 200, 100, ahogy beérünk, úgy fogunk kapni fél pénzt. Nem, örök se jó. 8, 10-es 20-at. Merre? Vidéki ház, vagy luxusvilla? Vidékibe megyek. Na. Norbert, gyerünk! Te vagy.
Kettő. Bassz meg! Ekkora már! 300 ezeret kérek szépen! Most! Akkor annyi 500-es. Pénz! Annyi 500-es. Az egy utolsó ezek. Oké. Mennyit kérek? 300-at. Adjál ide egy 500-ast. Jézus. Jó, akkor is jó. Így kell kockáztatni, gyerekek! Így kell kockáztatni! 1, 2, 3, 4. Mennyi a fizetésre? 2-es. Kétszer léptél rá? Kétszer. 500-at hoztam össze. Még elbuktam, most itt ültem egy 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Két fizetést kérek. Nyugdíjas, amit autóvesenyőzik. És kutyám a sofőre. Na, két lakás, álomvilla, szigeti nyaraló, azt! Nem kell. Elég. Mi az álomvilla nem kell? Nem kell. Nem is villa meg megem. Ja. Na, az meg tényleg. Nekünk annyi pénzünk van, meg megtöglünk, de nem tudom, volt álom. De... Három. Egy, kettő, három. Cselekvés. Tanulj meg eltenyezni, fizes 70 ezeret. Az előbb nyertem. Köszönöm, hogy megnyerettem. Veszel neked az öngyilkos hajlamaiddal. Nem jó fej ez a bankban. A kurva anyját a trópusi akváriumban bele. Trópusi akvárium 20 ezer, hallod? Jó drága egy akvárium, azt ne tudod már tiéd. Tényleg a nagyon. Te is volt. Jó, tudjál, akinek ilyen luxus villája van. Meg is, megyek, beértem. Megyek így. Na, akkor már villázunk. Hogy hadd gyerekkel végül is. 200-at. Hadd gyerekkel. 7. Te is beértem. 4, 5, 6. 5 fiad van meg egy lányod. Na, egy pillanat és jövünk, számolunk. De el kell adni az izéket először, a családi házakat, nem? Ja, és az még legyen benne. Minek van? Jó. Persze, akkor kezdjük az, és akkor az még benne van. Kikert? Akkor még ezt lerendezzük. Na szóval most jön az, tök mindegy, van melyiket ott nincs el, hogy kikezd. Jó, kezdjük. Ezzel jó. Kezdtek. Most jön az, hogy eladjuk a ház tulajdonosok a házaitat. Szóval Zsolti kiválasztja először is, hogy melyik házzal kezdi az eladást. És pörget. Pirosat pörgetek, akkor 200-at ér, ha feketét, akkor 300-at. Piros, bukta. 200. Ez a ház nem érte meg. Melyik? Ez. Sor vagyunk. 500. Fekete. 500. Ex megérte. Fekete. És 300. Is megérte. Ez is megérte. Jó. Norbi. Én már kezdek számolni eddig. Na, akkor jóval kezdünk. Fekete, 300. 300, az jó. Na, adunk fogok majd. És akkor jön a luxus villa, lakosztály, ami piros. Piros, hát ők nem mondjuk az nem rossz. Jó. Csőd. És akkor most másnak nincs, de a szabadának. Nekem nincs házam. Nincs házunk. Nincs, azokat vissza. Ez a kis belejél számon? Igen, nem. Az nem. Nem, azokat oda vissza a házra, Zsolti, légy szíves. Most számolok, ugye? Igen. Emberenként hány? 50. Hány van nekem? 1, 2, 3? 6. 6. 3 gyerek. 3.780.000. Akkor Szabila nyert 3.780.000-rel. Én vagyok a második 3.420.000-rel, Tamás a harmadik 3.130.000-rel, és Norbi az utolsó. 3.680.000. Mindig amilyen mínusszal kezdett. Élet. Ahhoz képest jól lett a nyugdíjat. Na, hogy ő is 3 millió körül lett volna, hogyha nem igen. Hát, de akkor is. Már szoros lettem, viszonylag szoros lett volna. Köztünk a jól is. Köszöntök már, de jelentetek volna 400-val, vagy 700-val. Gratulálunk Szabinának ismét, ki nyert volna, ha nem ő nyert volna, köszönjük ezekhez ennek mindenki kapcsolat. Amúgy... De vagy olyan sok szokat nem lehet kitalálni. Én csak videóban nyerek. Hashtag juhú! Nagyon sok szokat. Jó, ide majd vágd be azt a gyerekes juhút. Yeah. Amikor kimondott, hogy én nyertem. Jó. Vagy egy alapapak! Na srácok, ez volt az életjátéka. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, komment szekcióba írjátok le, hogyha szeretnétek esetleg folytatást, vagy egy másik fajta társas játékot, és az, hogy mi legyen. Gratulálunk a Szabinának. Gratuláció. Ez volt az élet, ez pedig a Norbinak látszott. Pedig azt hittik, hogy Tamás teszik, de nem. Mi? Hát engem mostanában mint a pegóban. Minden. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok. Szevasztok.